2024-ben a kocsi szavunk Hungarikummá vált. Európa egyik legjelentősebb hintó és szánygyűjteményének a Festetics kastély szomszédságában lévő istállóház ad otthont. A több mint 60 járművet, hintót, szánt, harckocsit, homokfutót, automobilt felvonultató múzeumban, ott járt a radarstábja is. A kiállítás célja, hogy a látogatók megismerjék a fogatolás történetét, a kerék kialakulásától kezdve egészen napjainkig. A kerék feltalálására viszonylag sokat kellett várni, egészen időszámításunk előtt 3500-ig, valószínűleg a mai Ukrajna területén használtak először kerekeket. Kinyitotta a világot, nagyobb távolságokra tudtak eljutni, és hát az élet minden szegmensében érintett volt, ugye a közlekedésbe, a kereskedelembe, az áruszállításba, a hadászatba is. Tehát nagyon sokat köszönhet ezeknek a járműveknek az emberiség, hogy napjaink színvonalára tudott emelkedni. A kocsi, azaz a rugós kocsiszekér magyar találmány, és a nevét a Komárom-Esztergom vármegyei Kocsközség után kapta. Azon kevés magyar szó közé tartozik, mely meghódította a világot és eljutott a nyugati nyelvekbe is. Az angol nyelvterületen coach, a német nyelvterületen kucse, míg a spanyoloknál kocsi formában maradt fent mindmáig. Kialakult a kocsi szekér, amiből a kocson készített szekér, igazából ami egy könnyű, gyors jármű volt, amely lehetett megtenni vele nagyobb távolságokat, ugye a könnyedsége miatt kimérte a lóerőt is, a lovaknak az energiáját hosszabb időn keresztül lehetett kihasználni, és a végén pedig maradt ez a kocsi kifejezés. Az első kocsik sajátossága az volt, hogy hármas fogatként működtek, tehát három lovat fogtak belé, de ebből mindig csak kettő húzott, a harmadik tartalék volt. Ezt a lovat lógósnak nevezték. Tehát az a ló pihent igazából egészen addig, amíg nem cserélték le egy fáradtabb lóval a fogatba, tehát ő csak haladta a lovakkal, nem, a többiekkel nem húzott, és amikor a hajtó úgy látta, hogy valamelyik ló fáradtabb, akkor kicserélték egymással, és ez is a folyamatos haladást biztosította. A múzeumban megtalálható az egykori, körülbelül 500 évvel ezelőtt kocson gyártott eredeti kocsinak a replikája is. Sajnos az utókornak már semmi kézzel fogható nem maradt fent belőle, csak egy rajz támasztja alá, hogy hogyan is nézhetett ki annak idején a hagyományos kocsiszekér. Egyedül egy Jeremiás Semmel egykori korabeli utazónak a rajzára tudtunk támaszkodni, illetve itt az arányokat az ember, a ló méret felhasználásával tudtuk ezt a replikát elkészíteni, ami itt látható. Különböző bőrökkel, szőrökkel, szőrmékkel, párnákkal tették kényelmessé az utazást, és itt egyértelműen abba az irányba mentek el a kialakítások, a fejlesztések, hogy ez egy gyors, könnyű személyszállító jármű legyen. A Hungarikum Bizottság döntésének értelmében 2024-től a kocsi szavunk Hungarikummá vált. A legkorábbi bizonyítékot a magyar kocsi történetéhez Tar László 1487-ből hagyta ránk. Mátyás király sokat forgolódott a nép között, így szerezhetett tudomást arról, hogy kocson ügyeskezű kocsigyártó bognárok élnek. Így hamar fellendült az utas közlekedés, amely kimondottan Mátyás király kezdeményezésének tekinthető. Ez az egyik legrégebbi darabunk, egy 1770-es évekből származó mennyasszonyi hintó, amire igazából lehet mondani, hogy hintó. Ugye beszéltünk a kocsiról, tehát a kocsi az a gyorsaságról szólt, minél hamarabb megtenni egy távolságot, és emellett párhuzamosan fejlődött a hintó. Ingó, szekér, tehát ez is ugye a szekérhez vezethető vissza, mind a két járműtípusnak a fejlődése. Egy hintó esetében a sebesség már csak másodlagos volt, minden a kényelemről és a szépségről szólt. Lehet látni, hogy fel van függesztve, tehát ez a függesztett hintónak a eredete. Igazából, hogy a gondola, a kocsi szekrény, amiben ült az utas, az itt felfüggesztésre került, és így az útnak az egyenletességeit ezzel kompenzálták. Kisebb személyiség, mint Ferenc Ferdinándnak a nevéhez köthető, ugyanis ez az ő parkkocsia volt. Ez azért is érdekes, hogy ezt ő saját maga hajtotta. Ugye annak idején is közkedvelt volt az előkelőségek körébe, hogy ők maguk
szerették hajtani, tehát voltak olyan járművek is, amik kisebbek, könnyen kezelhetőek, és hát ilyen kikapcsolódás, regenerálódás szempontjából a kastélyaik parkjában kikocsikáztak feleségükkel. A Hintó érdekessége azon túl, hogy Ferenc Ferdinánd tulajdona volt, hogy a Schustala nevű cég gyártotta, amiből a későbbi Tátra lett. Itt is lehet látni a folyamatot, hogy a kocsikból, lovas kocsikból, ahogy folyamatosan az a mobilitásba, automobilitásba megy át a fejlődés, és nagyon sok kocsi gyártó kezdett el automobilokkal is foglalkozni, és ez a darab is ezt példázza. A kiállítás utolsó termébe belépve már a mai modern autók elődjei láthatóak, mint például a T-modell, amit a magyar származású Galamb József alkotott meg. A szakemberek ezt a darabot egy korszak alkotó mesterműnek tartják, ami az autóipar egyik alapkövévé vált.